Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon. Itt vagyok az autóban, nem másról, mint a Lukasszel. Szervusz, a Lukasz éppen bontja a Rofit, és nem sokat reggelizett, ugye? Ki tudod bontani? Nem másért vagyunk itt, mutatom, hogy hol vagyunk. Itt, a várostól nem olyan túl messze. Látjátok, itt van ez a, nem park, ilyen védelmi park, meg itt van ez a repülőtér, amit múltkor mondtam nektek, hogy itt van túl nem olyan messze, ez ilyen kisebb repülőtér. Azért vagyunk itt, mert most fogjuk filmezni a valami öteg egy újabb részét, csak gondoltam, hogy elkezdem a mai vlogot. Amint a Lukasz evett egy-két ropit, befújjuk magunkat ezzel a bugásprével, mindjárt mutatom benne a táskán hátul ott bent. Ugyanis itt nagyon sok szúnyog, főleg hogy esett az eső, meg mindenféle fajta dolog van. Meg kenguruk is, legalábbis nagyon remélem, ugyanis az az egyik oga, amiért ide jöttünk. Na, az időjárás, képzeld el, 29 fok van, úgyhogy elég jó idő lesz, én azt hiszem. Hozzuk a szacot, vagy a táskát, és megyünk, rendben van? Na jó, jössz. Hozzad magad, a berakjuk a táskába. Itt van ez a kis repülőtér, amit múltkor mondtam, ugye, hogy nem olyan túl messze, amit tőlünk. Ott a háttérben van egy kisebb repülő. Ott, amit nagyon nem lehet látni. Amúgy elég sűrű járnak erre, ott vannak a hangárok, ahogy látjátok. Van egy-két autó is, egy páran kijöttek már, de kiszaktak amúgy jönni sétálni. Ez egy rettentő nagy park. Ebbe el is lehet tévedni, komolyan mondom. Mindegy, hozom, mit hozok a táskát. Itt van a táskám, és valahogy itt van benne a spray, hogyha minden igaz, és nem felejtettem el beletenni. Zárjuk az ajtót. Megvan mindened? Ja, oda bele. Gyere, itt ez a spray, látod, ez a bogár spray. Befújjuk a lábadat fele. Yes? Na, figyelj! Befújtam magamat. Hú, te, Lukasz, milyen szaga van neki? Ilyen bogárírtó szaga van, de ez megvért, jön a szúnyog, akkor hiába megy rád, nem tud megcsípni. Na várjál, letesszük ide a kamerát, elkészítjük a táskát, és elkezdünk befelé sétálni, ugyanis kell egy darabot sétálnunk. Letörött, látod, a cipzár letörött a táskáról, és most rettentő nehéz becipzározni. Na, megvan minden, úgyhogy zárjuk az autót, és menjünk. Oda leálltunk, látod? Ne, hogy belelépjél nekem, te! És ide be fogunk sétálni arra, jó messzire oda a távolba. Aztán valószínűleg, hogy majd ott valahol nekiállunk a videónak. Mi az, hogy maradsz? Ha, na gyere te! Azt be akarod rakni a táskába, vagy mi legyen vele? Fogod, rendben. Nézzünk kengurukat valahol. Nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem, de itt filmeztük a filmet az egyik részét, de mást is szoktunk itt filmezni. Ja, de én nem látok egy kengurut sem most. Mit? Na nincs. Ja, olszanak még, biztos kora van. Ugyanis jelenleg hány óra? 10? Tíz óra, 2 perc van. Hol? Ott a távolban talán. Nem azok emberek, azok nem kenguruk, te. De talán ott a fa növényzet alatt valahol. Az. Ott van egy. Ott? Van egy. Az nem kenguru, kenguru. Most ugrott, nem váltott. Na mindegy. Na nézd, találtunk egy kengurut. 2-t is, 3-t is, 4-et is. Van itt sok kenguru, oda nézzél. Te... Alszik még. Lukasz, gyere, itt van a kenguru. Meg ott a háttérben is van egy kicsit nagyobb. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint nekiállunk filmezni. Valószínűleg egy kicsit sétálunk, próbálunk kigyókra nem rálépni. Közelebb megyünk ez egy kicsit, és majd folytatjuk tovább. Végeztünk, menjünk visszafelé az autóhoz. Lukasz, melyik volt a legrosszabb rész az egészbe? Mikor jött mind a szúnyog. A szúnyog, rettentő sok szúnyog van, olyan mondom. De szerencsére befújtuk magunkat. Úgyhogy rám szálltak, mert lehetett érezni, hogy rád száll a szúnyog. Ja, még mindig olyan büdös vagy. Attól a bőr. Mi? Ja, ezt nem is érezni. Legalábbis én nem érzem, de a bőröm az nekem. Ilyen, mikor befújt magad bogársprével, de rám szálltak mindenhova, még az arcomra is, bár azt nem fújtam, de nagyon remélem, hogy nem csípnek. Úgyis ez olyan spré, hogy befújt magad, és ilyen réteged ad a bőrödre. Ezen a szúnyog rátszál, ugye, mert rád fog szállni, de nem megy át rajta, ugye az a szurkálója, és nem csíp meg. Eddig szokott dolgozni, de most a szám szélét használva nem, hogy megcsípte, ugyanis viszked. Mi van? Mit érzel? Kikapcsoljuk azt. Miért kapcsoljuk ki? Egy perc. Azt hiszem, hogy kikirándultuk magunkat, vagy kitúráztuk magunkat, nem Lukasz? Sétáltunk körülbelül egy órát, komolyan mondom. Úgyhogy most nem más fogunk vissza az autóhoz. Aztán átmegyünk a szüleimhez, a Lukasz az lehet, hogy ott marad, én hazamegyek, és később elmegyek és felveszlek, meg a mami is, rendben van? Jó.
meg persze a Davis is. Amúgy délután el kell mennünk ugye a boltba, azt hiszem a feleségem lehet, hogy elment, lehet, hogy nem. És nem tudom még mit csinálunk, majd valamit, lehet, hogy semmit, nem ötöt? Tudom. Mit? Valami ötöt? Jó, azt megszerkesztjük a valami ötöt. Amúgy péntektől meglátjátok, hogy milyenféle újfajta dolgokkal készülünk, ugyanis tegnap este elkészült, amit mondtam nektek a tegnapi videóban, ezt meg fogjátok látni péntektől. Egy ilyen nagy változás lesz végül is péntektől. Nagyon nagy, nem lesz, nagyon nagy változás lesz. Mármint itt a csatornán. Valami, a videókban lesz rettentő nagy változás, de szerintem biztos, hogy tetszeni fog nektek, ugyanis, na mire, sok mindent nem akarok még róla elárulni, ha meglátjátok. Itt a repülőtér. Az a repülő mindig ott áll, nem hiszem, hogy fel fogsz szállni, mert az előbb egy helikopter elment. Közben, miért léptél bele a vízbe, te? De a szélére, közben nézd, ennyi autó jött. Nézd, itt egy Kia Optima. Ez nem a GT, hanem ez a sima. Aztán ott a mi autónk. Ja, várj, meg kell keresni a kulcsot. Nyissuk, visszarakjuk a hátuljába a táskát. Kell még víz? De kell még víz vagy nem? Ja, van víz az autóba. Úgyhogy nagyon azt levesszük, aztán megvan mindenünk. A fejem komolyan mondom viszked, én lehet, hogy passzél megsíptes szúnyak. Nem tudom te, hogy vagy vele. De mindjárt bekapcsolom, meleg van. Valamiért nem jó, hogyha nincsen hajat, ugyanis a szúnyog rászáll megcsípje. Baj, kellett volna hoznom sapkát, nem is tudom, hogy miért nem húztam sapkát. Na mindegy, indítjuk az autót. Na, megy az index, aztán induljunk. Be kell lenni a benzinkútra, én azt hiszem, nincs benzin. Legalábbis mennyi fél alatt van egy kicsit. Mi van ez a biztonsági érzve? Hazaérkeztem, ahogy látjátok, közben nincs rajtam felső, mert levettem, mert meleg volt. Ma meleg van. Opa, nem másnál van, mint a Davis-nél. Nem a, miért raktad a földre, te? Ezt húzogatja, meg próbálja magára tenni és felvenni. De ez nem szoknya, te, ez az én fölsőm. Úgy, amúgy megevédeltünk közben, a Davis aludt is most már egyet, jelenleg mennyi van, 2 óra 30 van. Amúgy néztem egy filmet, ezt a filmet, nem tudom, hogy biztos, hogy láttátok, persze, hogy láttátok, de hogy mi a magyar címe, fogalmam nincsen. Ez mikor ilyen rendőrt játszik, és na mindegy. Ezt néztem, aztán a Davis felébredt, és utána nem csináltam semmit, csak válaszoltam egy-kettő kommentet, és a videót nemrég osztottam meg. Egészségedre! Úgyhogy most el fogunk készülődni, az idő még mindig jó, és el fogunk menni a bevásárlóba, venni kenyeret meg tejet, ha látod, ilyen szép. Úgyhogy ugye mondtam, hogy én ez a nagy ciklonom, és azt mondják, ilyen nagyon nagy vihar fent van ott éjszakon, és jön erre felé, azt mondják, hogy általában 2 körül ideér, bár szerintem mire ideér, ha egyáltalán ideér, nem lesz olyan vészes, ugyanis ott fönt most azt mondják, hogy rettentően ugye kell félni, mert nagyon erős vihar, elborítja a házakat, háztetőket, nagyon nem jó ott fönt. És hogy ott nagyon vigyázni kell mindenkinek, mit csinálsz? De gyere, felhúzzuk ezeket a rólókat, és amúgy én már alig várom a honlapot, komolyan mondom, ugyanis akkor annyit megnézni ezt a házat. Ha minden igaz, a fényképeket megint nézegettem, arra ugye mondtam, hogy be fogjuk adni a papírt, és ha beadjuk, mert olyan jó lesz, remélem meg fogjuk kapni. És költözni hoppá fogunk nem sokára, csak az órám nekiütődött annak a ízének. Költözni fogunk nem sokára, aztán elkezdhetünk ugye pakolni. Na várjál, felmegy, oda, látod? És aztán valamit akartam mondani, legalábbis kérdezni tőletek valamit. Ugye tudjátok, hogy múltkor mondtam, ebben valami jött el, hogy sokszor készítek ilyen videókat, amit nem osztok meg. Volt ez a képzeld el videó, amikor beszéltem érdekes dolgokról, elkészült egy vagy két részt, és soha nem osztottam meg, mert valahogy nem tetszett. Tehát elkészült a videó, de nem olyan lett, amilyenre én akartam. Tehát nem tudom, ugye van néha olyan videó, amit készítek, nem ezek a vlogos videók, hanem mondjuk ilyen valami jött, azok nincsenek megosztva, mert nem olyan lesz, nem úgy beszélek vele, vagy nem úgy jött ki az egész, hogy én elképzeltem azt az új sorozatot. De gondoltam, hogy. Mit mondasz? Ja, az az én fölsőm. Ide hozod? Gyere! Ja, ez a Daddy fölsője. Köszönöm szépen. Te, mit keresd ott a pelenkád? Oda nézzél. Az éjszaka 2-szer kellett lecserélni valahogy, hogy 3-szor a pelenkát, és még nem lett kidobva a kukába. Ugyanis sokat pöslant éjszaka, mert néha, nem néha iszik, mert megszomjazik. Tehát, arra gondoltam, hogy én miért szeretek a szabadidőmbe, hogyha van egy kis szabadidőm, ugye a videószerkesztésen kívül érdekes dolgokat olvasd az interneten, képeket, videókat nézegetni, mindenféle fajta dolgot, és már rettentő régóta tervezem ezt, hogy megosztom veletek is valami valahogyan. És gondoltam, hogy újra, hogyha lesz időm, mi lenne, hogyha készítek egy vagy két videót, és megosztanám veletek,
Most éppen házakat nézegettem, mert ilyen házas, ugye nézünk házakat, és találtam érdekes házakat, rettentő érdekes házakat, és gondoltam, hogy ezt valahogy meg kéne veletek osztani. Ilyen vlogos videóban ugye nem való, mert lehet, hogy sok embert nem érdekel, de gondoltam, hogy külön videót készítek róla, érdekes házakról. Komolyan mondom, olyan érdekes ilyen házakat találtam, már mint a világon mindenhol, nem csak itt Ausztráliában, meg vicceseket is. Ha gondoljátok, írjátok majd a videóra, amit gondoltok róla, és lehet, hogy majd készül egy, kettő, három ilyen videó érdekes házakról, mondjuk aztán a jövőben lehet, hogy folytatom, hogyha érdekel titeket. Ugyanis ahogy mondtam, én szeretek érdekes dolgokat olvasni, nézegetni, bár nem mindig van ugye sok idő, mert hogyha van, akkor más csinálok. Elindultunk, tartunk a benzinkút, ugyanis először oda fogok elmenni. Még van benzin, nem tudom látni, vagy nem. Látod, olyan fél alatt van, negyed fölött. Szeretek megtankolni, ugyanis holnap ugye el kell mennem dolgozni az autóval, meg holnap külön megyek. Haza kell jönnöm, megnézzük a házat, visszaelmegyek dolgozni, úgyhogy jobb, hogyha van benne az autóban ugye benzin, mert messzebb dolgozunk, egészen lent Miami-ban megint, ugye azon a házon. Már az elsőt elfejeztük, amit utthon mutattam, most a másikat kezdtük el, és átmegyünk itt a körforgalma. Már nem mind a körforgalma, hanem mellette. Itt megvárjuk, hogy elmennek az autók. Ott van a benzinkút. Azt mondja, hogy kell mennem egy kört, mert nem lehet itt bemenni, legalábbis az van kiírva, de én bemegyek, mert most nem fog azért menni egy kört. Látod, itt átmegyek, megállok és tankolunk 98-as benzint. Hoppá! Úgyhogy mindjárt jövök, aztán bejövünk és be is vásárolunk. Megtankoltam, úgyhogy most hol itt meg fogunk állni, valószínűleg ott szembe megint. Átlagos mindig ide járunk bevásárolni, amúgy ez a bevásárló, ami ott van mellettünk, ugyanaz a bolt, de drágább sok dolog, mint a régi helyen, ahol laktunk. És ugyanaz a boltnak a neve, ugyanaz minden, csak az árak másabbak. Úgyhogy ha nagyobb bevásárlást kell csinálni, általában oda járunk vissza, de most semmi más nem kell venni, mint kenyeret, meg tejet, meg csirkét azt hiszem, meg szalámit, más nem. Úgyhogy befutunk, aztán nyugodjunk és felveszünk a Lucas-t. Aztán folytatjuk tovább. Megérkeztünk, hazaérkeztünk, az idő még mindig jó, aminek egy rettet örülök, látjátok? Ugyanis én nem szeretem a rossz időt, nem szeretem, hogyha felhős az idő, és talán nem nagyon megszokott, hogy ugye felhős az idő, mert legtöbbször jó idő van, ugye egész évben süt a nap. Persze van olyan idő, mint például most is, hogy felhős volt, és ilyen esős, felhős, nagyon, nem olyan sűrű fordul ugye elő. Azért is szeretek én itt a Gólkoszttal lakni, vagy szeretünk ugye itt lakni, mert rettentős sokat süt a nap. Úgyhogy ezt a videót én azt hiszem, hogy lassan befejezem, és semmi érdekeset nem fogunk csinálni. A feleségem valahol ott van bent, én válaszoltam egy pár kommentre, gyorsan a Lucas a Davis-ek bent játszanak, úgyhogy én is most valószínűleg be fogok menni, aztán játszunk egyet, és ennyi. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!